Azt szoktuk mondani, hogy az ország, sőt a világ egyik legidősebb pincéje, nyilván az a kitekintéssel, hogy írásos emlékek alapján legalább 1000 éve van Pannonhalmán a félapátsághoz köthető szőlő és borkultúra. Körülbelül egy 350 000 évjárat függvényében plusz-minusz 10%-nyi bormennyiségünk van, és ezt a bormennyiséget jellemzően fehér borok alkotják, egyharmad részben pedig kékszőlőből készült vörös borok, és arra gondoltunk, hogy talán érdemes lenne mindig a lényegre és az igazán ránk jellemző borokra koncentrálni, és a termékpalettát leszűkítettük 12 termékre, és valójában az is lenne a hosszú távú cél, vagy hát a közép-hosszú távú cél, hogy tovább cizelláljuk azt, ami úton elindultunk, tehát nem termékszámban és nem is mennyiségben szeretnénk növekedni, hanem azt szeretnénk, hogyha amit csinálunk, azt minél tökéletesebbre csiszoljuk. Nagyon sokat gondolkodtunk annak idején rajta, hogy mit kellene egy pannonhalmi címkének tudnia megjeleníteni, és arra gondoltunk, hogy természetesen utalnia kell arra, hogy mi van a palackban, de az sem lenne utolsó szempont, hogyha magáról a környezetről, meg a történelmi háttérről, azaz a főapátsághoz való viszonyunkat is valamilyen szinten tisztázná. Majdnem a termékek fele az egy házasítás, és a házasítások esetében mindig törekedtünk arra, hogy a főapátsághoz, illetve a bencés közösséghez köthető szimbolika, fogalomrendszer és egyebek próbálják apostrofálni a bort. És hát az egyik nagy öröm, hogy a Hemina fehér borunknál nem csak a bor kapott aranyminősítést, hanem külön díjat kapott maga a címke is. A bor Pannonhalmán mindig a hétköznapok része volt, az étkezésnek a része, és gyakorlatilag egy közösség kovácsoló ital, amit a mai napig is szeretnénk közvetíteni a borivók, illetve a borral még csak éppen ismerkedő fogyasztók felé.